Sziasztok! Amit látjátok, egy csodás napnak nézünk elébe, ugyanis, hát, na jó, annyira nem csodás, hogy esik az eső, de nagyon jó lesz, mert, képzeljétek el, BMX-es edzőtáborban vagyok úton, vagyis még nem vagyok úton, de mindjárt hamarosan elindulok. Picit késésben vagyok. Eszéken leszünk BMX-es táborba, a többiek már ott vannak. Erről majd még fogok egy picit később mesélni, de el kéne induljak, mert nagyon késésben vagyok. Na és el is mondom, hogy miért vagyok késésben. Tegnap volt a videós gála. Ott voltunk, a többiek már egy nappal ezelőtt elindultak Eszékre. Ugye azonban én a videós gálán voltam jelölt, ezért kimaradt az első nap az edzőtáborból, de így is meg tudtam oldani, hogy második napra érek oda. Nagyon jó volt a videós gála, nagyon sokan írtatok. Sajnos a gyulai brigád nem kapott egy helyezést sem, de nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon nagy királyok vagytok, írtatok üzeneteket, kommenteket, hogy szurkoltatok, ennyien néztétek a live-ot. Nagyon jó fejek vagytok, köszönjük szépen, hatalmas nagy királyok vagytok, mert tényleg igazából azért vagyunk, vagy azért voltunk mi is jelölve közben, bocs, közlekedek. Na, gyere akkor. Szóval, igazából ez nélkületek se jöhetett volna létre, meg se hívtak volna minket, nagyon örülünk így is, hogy jelöltek lettünk több kategóriában, és a gyulai brigád a legjobb öt közé került. Hatalmas nagy királyok vagytok, még egyszer nagyon nagy köszönet nektek, és nagyon jól éreztük magunkat. Most viszont lerakom a kamerát, mert ugye nem szép dolog kamerázni vezetés közben, meg telefonozni ugyebár. Eszéken találkozunk. Mi van? Na jó, nem csak visszatom. Nem csinálunk ilyen. Jó, az a zene, hangosítok. Ja, hogy nem ott kell. Na jó, vezetek. Nem már! Check engine. Haha, Alfa Romeo Life. Alfa Amore. Látjátok? Megmondtam, hogy csodás napunk lesz ma. Na. Csapolj. Mi a véleménye, Tibor eddig? Rendkívül hasznos, jó, kellemesen csalódtam, nagyon összeszedettek a szervezők, és rendkívül jó dolgokat tanulunk, nem feltétlenül a trükk nehézségre megyünk, hanem a pályakihasználás, hogy menj végig egy olyan pályán, ami háromszor akkora, mint amint gyakorolsz, és hogy ne törd össze magad. És rendkívül jó elméleti oktatásban is részesülünk. Úgy érzem, hogy be van zárgaskán. Kettőig van nyitva. Most kiderül mindjárt. Hát ez... benéztük, tesó. Ez eléggé zárva van. Benézzük a Lidl-t. Feljön, Koni. Hívd hát fel Konrádot! Lehet, hogy tudjátok, lehet, hogy nem tudjátok. Hivatalosan is 2020-ban a BMX Freestyle olimpiai sportágnak számít. Most már közben azért így beszélek, mert figyelem a lámpát, hogy zöldre vált-e. És hivatalosan is olimpiai sportágnak számít a BMX Freestyle. Még nem teljesen tisztán lesz BMX Freestyle. De ez egy tök jó lépés, egy ilyen válogató BMX-es tábor. Mivel egy picit elkéstünk, egyik főszabály most a táborban, hogy aki késik valahonnan, az fekvőzni fog 20-at. Szerintem mi most elkéstünk, ez a boltos hadművelet miatt, hogy szerintem kb. 100 fekvőt fogunk csinálni. De cserébe legalább nem vettünk semmit, mert záró volt minden bolt. Csináltad már? Igen. Megcsináltad a fekvőt? Igen. I got broads in Atlanta. Yes. Nem vettem fel a szaltot. Tényleg? Komolyan? Így készül fel a gyerek a versenyre. De szülye! De szülye! Szép! Nagyon szép! Hibi! Jól vagy? Mivel ez a tábor? Arról szól, hogy
felkészítsenek minket a versenyekre. Ezért versenyköröket fogunk szimulálni. És egy perces meneteket megyünk. És most jön éppen Koni. Tripla vászpörgetéssel kezdi meg a kört. Reggel így 10 órakor. Yes, Konrad! Yeah, gyerünk, tesó! Konrad Zébó! Uda hangosan kiabáltál, Tibi. Yeah! Ne ordíts már, Lici. Nagyon félek. Asztal. Yes, Konrad! Szép volt! Jó vagy! Kösz, kösz, kösz! Kenzo, lesz a következő! Nyomjál! Tíz másodperc kb. Na? Ezt féljétek, mekkora felt fog húzni, gyerek. Lejött picit a bőr az arcodra? Annyira nem vészes. Nem olyan, mint a Konis videóban, ugye? Nem, nem, nem. Most tényleg nem. Azt a hét szentségét. 5 másodperc. Jó! Eltoltam. Vágom, hogy kihűltem. Csőze! Jó voltál. Köztesi. Akkor hashtag Dream Team. Nagyon jó. Eljött BMX Shop, Ati örülni fog. Jó, jó, jó. Szóval az eljött BMX Shop nagy része itt van most. Nem bold meg! Nem bold meg a navigáció. Na szóval, amint említettem, az egy BMX Shop magyar részlege, nek a nagy része itt van. Már itt az edzőtáborozgatunk. Nagyon sokan írtátok kommentbe, nagyon sokan kérdeztetek tőlem is üzenetbe, hogy honnan lehet komplet bicót venni, milyen bicót ajánlok, stb. Na azok a bicók most az egy BMX Shopban, de jó trükk volt, elérhetők. Ki esetleg el szeretne kezdeni BMX-ezni, akkor annak nagyon tudom ajánlani, mert kezdésnek szerintem tökéletesek ezek a komplet BMX-ek, nem kell külön alkatrészekkel szenvedni, stb. Stb. Előjön, szóval feltétlen nézzétek meg, és szurkoljatok nekünk igazából, srácoknak, mert oda tesszük magunkat, remélem. Lehet, hogy ide is. Itt a hashtag BMX shop, az nincs ott, na hát meg ugye bár a Ryzen. És akkor most itt lement ez a edző versenyszerű dolog, felveszünk még pár trükket a táborból, és Egri Krisznek a felvételeit is beszeretném ide tenni. Induljon a zenés, felvételes, trükközős rész most!
Az még meg lehet. Az még beadod. Juhu! Yeah! Zoli! Egy per egy patent! Ha erre a zenére nem adom be, legyen a nevem Jani. Jó van, Jani! Ez az Zoli maradt! Jó! Császtok! Ez itt a webizód 16 vlog. YouTube-on feliratkozhattok a csatornámra. A magyar bob csapatot láthatok. Ez itt a páros fiú csúszkálás. Jó, elég is volt a múlt. Bepróbáltuk adható, de nem kell. A gyerek lehet ki fog tripla vászt pörgetni egy döntött falat. Add hát be. Hello, srácok! Bizu! Na? Nézd, olyan póló! Csumpi! Ez volt a mi edzőtáboros kis videónk. Remélem, hogy tetszett a videónk. Mi így készülgetünk fel az olimpiára. Reméljük, hogy lesz belőle valami. Ha tetszett a videó, akkor dobj rá egy lájkot. Jó. Közben itt. Benyomom ilyen atom stretchbe, jó? Jó. Szóval, sziasztok!